ciprusi tengerpartok szépsége közismert. Itt, Palalimniben még a mozgáskorlátozottak is meg tudják közelíteni. Avrosz egy munkahelyi baleset következtében bénult le deréktól lefelé. Egy appot használ az ilyen helyek felfedezésére. Sok sorstársa viszont még el van vágva a strandoktól. Természetesen szükség van egy járdára, mert a homokban nem gurgul a kerekesszék. Az Hermes 2 projekt jóvoltából itt vannak rámpák, pihenők és egy távirányítható sínszék is. Ezek segítségével a mozgáskorlátozottak lejutnak a vízhez, és úszni is tudnak. Ha nincsenek ehhez hasonló berendezések, akkor más embereket kell megkérni, hogy segítsenek a vízbe jutni. Vannak, akik nem szívesen kérnek segítséget másoktól. De ezeket a berendezéseket egymagunk tudjuk használni. Így szabadnak és függetlennek érezhetjük mi is magunkat. 5 ciprusi és 2 görög tengeri strand használta ki először az Hermes 2 előnyeit, és biztosít mindenkinek strandolási lehetőséget. A teljes költségvetés kicsivel 600 000 euró alatt van, ennek 84,9%-át az Európai Unió kohéziós alapja finanszírozta. A pihenőkön és a rámpákon kívül 24 homokban is ingyen használható, és 7 kétéletű kerekesszék is található itt. Utóbbiak megépítése igazi mérnöki kihívás volt, hogy a sós tengervízön is működjenek. Ezek a szítrekek pár óra alatt szét- és összeszerelhetők, és napelemek segítségével feltölthetők. A napelem ideális megoldás elsősorban azért, mert nem terheli a környezetet. Másodszorban pedig azért, mert így a napenergiát használjuk, függetlenek vagyunk az elektromos hálózattól. Senki sem szeretné, ha egy áramszünet miatt nem tudnának kihozni a tengerből egy mozgáskorlátozottat. A másik kihívás az volt, hogy sikerül-e meggyőzni a településeket arról, hogy érdemes a mozgáskorlátozottakra is odafigyelni. Paralimniben a partnak saját felügyelője van. Mióta vannak ilyen berendezéseink, nem csak Ciprusról, hanem külföldről is jönnek hozzánk mozgáskorlátozottak is. Olyan családok is eljutnak nyaralni, ahol valamelyik családtag mozgáskorlátozott. Ezekkel a szolgáltatásokkal együtt hirdetjük magunkat, így jól ismert ez a szolgáltatásunk. Naponta átlagosan 15-en használják ezeket a segítőeszközöket a Paralimni strandon.